Amorim, Orbán, Tóth Gabi, Görbic, Tomori, Bódi. Néhány név azon etójátékosok közül, akik az utóbbi időben súlyos, hosszabb kiagyással járó sérülést szenvedtek. És akkor jött a legutóbbi bajnoki meccs a Budaörs ellen, és ez a pillanat. Korsó zicserben gólt lő és rosszul fog talajt, az eredmény előső keresztszalag szakadás. Andos Martin sem tudott jókedvűen értékelni a találkozó után. A boldogságunk már megint nem lehet teljes, még egy játékosunk súlyosan megsérült, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Akkor még nem lehetett pontosan tudni, mekkora a baj, aztán kiderült, nagy. Az emeri vizsgálat igazolta, amit sejteni lehetett. Korsós Dorinát ma műtötte dr. Balogh Péter csapatorvos, a játékosra valószínűleg 6 hónapos kihagyás vár. A szakmai stábnak pedig nehéz dolga lesz, hiszen kemény BL és bajnoki menetelés vár a megtizedelt együttesre. A sorozatos sérülés hullám okainak felderítését a Győri Klub kiemelten kezeli. A stáb elsősorban a megelőzésre és a regenerációra fordít nagyobb figyelmet. Ennek érdekében megkezdte a közös munkát egy erőnléttel, prevencióval és regenerációval foglalkozó szakemberrel. A bemelegítésbe és az edzés munkába is új elemek kerülnek. Tervben van a konditerem gépparkjának modernizálása, továbbá a klub speciális eszközökkel megkezdi a játékosok napi szintű állapot felmérését.